Ellenzéki tüntetések közepette iktatták be hivatalába az új grúz elnököt vasárnap. Szalomé Zurabisvilit, Grúzia első női vezetőjét november végén választották meg. A politikus függetlenként indult, de a kormányzó Grúz Álom nevű párt támogatásával. A beiktatási ceremóniával párhuzamosan az ellenzék tüntetést hirdetett. A demonstrálókat a rendőrök igyekeztek távol tartani a helyszíntől. Az ellenzéki aktivisták azért tüntettek, mert szerintük az elnökválasztáson olyan szabálytalanságok és erőszakos cselekmények történtek, amelyek miatt meg kellene semmisíteni a voksolás eredményét.